Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! Az 1956-os forradalomra emlékeztek Dombóváron, az 56-os téren. Az ünnepi műsort az Éj és Gyula gimnázium diákjai adták. Beszédet mondott az intézmény igazgatója, dr. Szenyéri Zoltán. A műsor végén helyi intézmények és civil szervezetek koszorúzták meg az emlékművet. Rongy az élet, csak azt tudták, s nincsen más jó. Csak összegyűlni Korvin közben, s lenni nagy fiú. Isten szeme rajtunk így megállt. Fegyvert fogtak kezdeni a vált. 64 évvel ezelőtt megmozdult az ifjúság, mert változást akart. Ma már ez is történelem. A lázadó ifjakat hősökként emlegetjük, s a mai fiatalság már csak az idősek elbeszéléseiből ismerheti meg 56 történetét. Október 23-án minden évben az ország több pontján emlékeznek erre a napra, így volt ez Dombováron is. Az Éj és Gyula gimnázium diákjai által előadott műsorban igazgatójuk dr. Szenyéri Zoltán mondott ünnepi beszédet. Valamennyiünknek megvannak az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz, annak utóéletéhez köthető személyiségei, történetei, érzései. Elődeink hite, harcossága, kitartása a mai napig lelkesítő példa a számunkra. A csodálatos napoknak megvannak a mindenki számára örökérvényű, egyszerű tanulságai. Az akkori magyarok képesek voltak együtt, válvetve, ugyanazokért a célokért küzdeni. Volt nemzeti minimum. Mindenki egyetértett az egyéni szabadságjogok minden hatóságával, a függetlenség axiómájával. Mindenki azonosult azzal, hogy az államhatalma nem önmagáért és vezetőért való, nem azért alkotta meg ezt az irányítási formát a történelem, hogy polgárait kizsákmányolja és megfélemlítse, hanem hogy a jó hírüket, a jólétüket és a boldogulásukat szolgálja. Dr. Szenyéri Zoltán beszédében kiemelte, hogy minden történelmi eseménynek megvan a mára vonatkoztatható tanulsága. Lassan eltűnnek azok, akik autentikusan képesek lennének a későbbi nemzedékeknek mesélni. Szerencsénkre számukra és a még fiatalabbak számára megmaradtak a hiteles és kortalan mozgóképek. Újra és újra láthatjuk a Pesti utcákon hömpölygő tömeget, az optimista mosolyjal áradó tüntetőket. Feltűnő annak a fiatal nőnek a látványa, aki diadalmasan integet egy erkélyen a forradalom jelképpé magasztosó dobogójával, a Lyukas Lászlóval. A megemlékezés koszorúzással ért véget az 56-os emlékműnél. A 2019-es önkormányzati választásokon Pintér Szilárd nyerte meg a polgármesteri tisztséget Dombóváron. Az elmúlt egy év már látványos eredményeket hozott, s a mandátumának következő 4 évére is számos terv van előkészületben. Nem idegen feladat egy település vezetése Pintér Szilárd számára, hiszen korábban Csikostöttös közügyeit igazgatta. Egy éve nagyobb fába vágta a fejszéjét, a szomszédos Dombovár polgármesteri tisztségére pályázott sikeresen. A Fidesz-KDNP jelöltjeként tevékenykedő Pintér mandátumának első évét a nehézségek ellenére eredményesnek érzi. Egy évvel a tavalyi választások után abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már eredményekről is be tudunk számolni. Az elmúlt egy év sem volt hiába, és nem múlt el nyomtalanul. Nem minden esetben tapasztalatok még azok a nagyarányú változások, amelyeket szerettünk volna elérni, de azt gondolom, hogy az a rendszer, amely ma államháztartásnak is funkcionál, annak megvannak azok a bugyrai, ami az átlag ember, ez is egy vállalkozóhoz képest lassítják azokat a folyamatokat, de mindezek ellenére előbb-utóbb sikeressé fognak válni és meg fognak valósulni. Azok az elképzelések, amelyeket tavaly megkérdettünk és szerettünk volna megvalósítani az elkövetkező időszakban, a kezdeti lépéseken már túl vannak. Mentőállomás tekintetében örömteli a hír, az Országos Mentőszolgálat 300 millió forint támogatáson fog részesülni a közeljövőben, és a kórház területén meg tudják építeni az új mentőállomást. Nagyon fontos, hogy a térségi szabadődés sportcentrum is napirenden van folyamatosan. Az elkövetkező néhány évben meg fog születni a kormányzati döntés, több mint 200 millió forintot fogunk kapni a tervezésnek a költségeire.
Nyilván voltak megkezdett beruházások is, azoknak a lezárása sajnos még mindig nem a siker felé vezető úton tart, hiszen előkészítetlenek voltak, nem rendelkeztek tervekkel, és nyilván a költségvetések is árzása is, hogy némi kivetni valót maga után. A városképhez és a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenek a megfelelő minőségű utak és parkolók. Az elmúlt egy évben több útszakasz is megújult, beleértve a városhoz tartozó pusztákat is. Mászlonyban például egy 1,3 kilométeres útszakasz lett leaszfaltozva. Talán annyi út nem készült el még előtte való időszakban sem, soha nem várom, hogy az idén el fog készülni, hiszen október második felében 4 helyen fogunk utat építeni, Szőlőhegyen 2 helyen, Dombaváron 2 helyen, gimnázium parkolója jövő héten el fog készülni, és ami nagyon nagy előrelépés volt, és nyilván ellenfeleink szemét és lelkét ez bántotta a legjobban, hogy az ő általuk többszöri nekifutásra is sikertelen és kudarcot való kórházi parkolót több mint 70 autó részére biztosított férhelyjel át tudtuk adni a napokban. Nyilván ez a parkoló, azt gondolom, hogy a térségi szerepvállalásunknak egyik égköve lehet, és nyilván nem az a csoda, ami oda készült, hanem az, hogy tudunk együtt dolgozni és együtt gondolkodni, és a 16 település önkormányzatával úgy tudtunk együtt gondolkodni, hogy nyilván ez a parkoló csak Dombavár terheit növelte tovább, de térséget szolgálja, és nyilván a patika mérlegen történő mérlegelésnek a mindenféle nyomát szerettem volna eltörölni, és hiszem, hogy ma már napjainkról eljutottunk idáig, azon túlmenően, hogy Dombavár visszakerült a megye vérkeringésébe, meghatározó szerep vállalója lett a dombavári járásnak is. Dombavár város önkormányzata megújította kapcsolatát a helyi civil és sportszervezetekkel, valamint a vállalkozókkal is. Az oktatási intézmények terén is megindult egy párbeszéd. Több iskola sportéletét változtatja meg az elmúlt egy évben elkészült vagy felújított műfüves pálya. Nagy lelkesedéssel készültünk erre az esztendőre, hiszen Dombavár városa idén ünnepelte 50. születésnapját. Sajnos a pandémiás helyzet keresztül húzta számításainkat, és a méltó ünnepség sorozatot nem tudtuk megtartani. Hiszem, hogy közeljövőben, 2021-ben eljön a kárpótlás ideje, az idén elmaradt remek programokat tudjuk pótolni, és minél szélesebb tömegeket bevonni. Ez az időszak, amikor a programok háttérbe szorulnak, nyilván sokkal kevesebb közszerepléssel jár, és a kevesebb közszereplést fel tudtuk azokra használni, hogy átgondoljuk civil kapcsolatainkat, és itt alapvetően a civileket kétfelé szedném, kimondottan azok a civilek, akik egyébként valami miatt csak összejönnek, és valami eszme közös gondolat mentén szívesen töltik együtt az idejüket. Szintén a civilek közé tartoznak a sportegyesületek is, de egy teljesen más aspektus miatt jönnek össze. Megpróbáltuk erősíteni az önkormányzat szerepvállalását és kapcsolódását ezekkel a szervezetekkel, ezért legutóbbi testületi ülésünkön a civil tanácsot kibővítettük a sportegyesületekkel is, és nyilván ezek a szervezetek lesznek arra hivatottak, akik vállalták a tagságot ezekben a szervezetekben, hogy már a 2021 évi civil és sportkeret felhasználásában komolyan tudjanak részt venni, és hallassák hangjukat, és gyakorlatilag a döntés legyen az ő kezükben. Örömteli volt az elmúlt hetek eseménye, amikor 11 néhány helyi vállalkozó létrehozta a Dombvári Vállalkozói Klubot. Ez az egyesület jelenleg bejegyzés alatt van, bejegyzés követően megkezdik tevékenységüket Dombaváron. Természetesen, mint minden egyesület, szívesen várja az új tagoknak a jelentkezését, és minél többen lesznek, annál több hasznos információt tudnak egymással megosztani. Alakulésükön volt szerencsém részt venni, és nyilván baráti jobbot nyújtottam nekik. Meg vagyok győződve róla, hogy sikeres vállalkozások nélkül Dombár városa sem tud sikeres lenni. Mindent el fogunk azért követni, hogy a helyben vállalkozók azt gondolják, hogy érdemes Dombaváron dolgozni, az önkormányzatnál jobb partnert nem találnak, és Dombaváron fizetnek adót, és Dombaváron adnak munkahelyeket. Ebből adódóan nekünk úgy a kötelességünk vagy felelősségünk, hogy vevőként is megjelenjünk az ő oldalukon, és ne csak támogatást menjünk oda kérni. Ezen szeretnénk változtatni, és ezt a közeljövőben szeretnénk nagyon komolyan venni. Oktatási intézmények tekintetében is egy teljesen más párbeszéd alakult ki. Köznevelési és oktatási intézmények tekintetében nincs olyan intézményvezető, mindattól függetlenül, hogy önkormányzat a fenntartója, vagy a klik, vagy a kancellária, hogy havonta egyszer ne beszélnénk egymással, vagy ne találkoznánk személyesen.
Nagyon fontos és nagyon jó ír, hogy mindkét iskolánkban, a belvárosiban, illetve a Henniben is nem sokára elkészülnek a műfüves labdarúgópályák. Jövő tavasszal vagy nyár elején szeretnénk az Apácai udvarába is építeni egy komplex pályát, amit a focin túlmenően lehet kosárlabdára is használni, és a testnevelés órákat meg tudják helyben tartani. Az új vezetés tervei közt szerepel a már több alkalommal említett sportcentrum megvalósítása, amely jelenleg az előkészítés szakaszában van. A József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése, vagy az Arany János téri orvosi rendelő felújítása. Ezek mind már régóta áhított tervei a lakosságnak. Tehát én, ha összefoglálnám az elmúlt időszak eseményeit, nagyon fontosnak tartom, hogy ez nem munkanélkül telt. Azokat a hiányosságokat, illetve idő szűkében be nem töltött dolgokat tudtuk pótolni, és olyan erős alapokat tudtunk lerakni, hogy 2021-ben ez az építkezés már ennél sokkal aktívabban elindult, és nagyon reméljük, hogy erre lehetőséget biztosít majd a pandémiás helyzet is, hiszen már megemlítettem, de azt gondolom, hogy teljesen felesleges ismételni önmagamat. Ez egy olyan szűk keresztmetszetet teremt egy önkormányzat mozgásterében, mint egy vállalkozásiban, mint egy családéban. Hiszem, hogyha összefogunk ezen a helyzeten, és túl tudunk lendülni, mindenkit arra kérek, hogy az alapvető szabályokat tartsuk be, vigyázzunk egymásra, és építsük tovább együtt a sikeres Dombóvárt. Eltelt egy év az önkormányzati választások óta. Attalában is új vezetőt választott a lakosság Orosváriné Boc Tünde személyében, aki már 20 éves közigazgatási múltjával vágott bele a felelősség teljes feladatba. Mandátumának első évét már a tevékeny munka, az emberek iránti megbecsülés és türelem jellemzi. Látványos beruházások valósultak meg, vagy vannak folyamatban Attalában, amióta Orosváriné Boc Tünde a falu vezetője. A megválasztása előtti időkből látta követendő példát, hogy egy kis törődéssel milyen takaros kis településé vált a megyeszéli kis helység. Úgy látja, hogy egy-egy megvalósított projekt nem ér véget az átadással. A létrehozott produktumot folyamatosan gondozni kell. A település lakóinak biztatására indultam el tavaly a polgármester választáson. 20 év közigazgatásban eltöltött gyakorlat után úgy gondoltam, hogy meg tudom állni a helyem polgármesterként is. Szerettem volna Attala település lakóinak érdekeit képviselni. Minél több beruházást szerettem volna Attalába, és minél élhetőbb szerettem volna tenni a települést. Azt gondolom, hogy az elmúlt egy év valamilyen szinten sikeresnek is mondható, bár ez azt gondolom, hogy a pandémiás időszak egy kicsit visszavetette, de mindenképpen ezen fogunk dolgozni a közeljövőben is és a következő 4 évben is, hogy fejlesztjük a települést, hiszen azért van mit még fejleszteni rajta. Nagyon sok beruházás megvalósult már az elmúlt 12-13 évben, de vannak olyan beruházások, amik még szükségesek ahhoz, hogy még élhetőbb legyen a falu. Én azt gondolom, hogy azok a beruházások, amik eddig megvalósultak, folyamatosan felújításra is szorulnak, úgyhogy ezeket a munkálatokat folyamatosan fogjuk végezni. Minden olyan program vagy projekt, ami eddig elkészült, az mindenképpen arra vár majd ezek után is, az utók, vagy a következő 4 évben is, hogy ezeket a dolgokat karban tartsuk. Orosváriné Boc Tünde szerint a falu lakossága elfogadta őt, hiszen az utcán is sokan leszólítják, tanácsot kérnek, segítséget várnak tőle, bíznak benne. Sajnos a pandémia miatt az éves programok elmaradtak, ezek szervezésében nem tudott kiteljesedni, de az elindított beruházások sikeresek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy év az a programok tekintetében elég nehézkesen sikerült. A pályázatok, illetve a projektek, a hivatali munkán belül viszont azt gondolom, hogy sikereket is értünk el. Hiszen volt olyan pályázatunk, amit megnyertünk, a játszótér kialakítása a Magyar Falu programon belül ez az egyik, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy ezt megnyertük 5 millió forint értékben. Ennek a kivitelezése októberben valószínű el is fog kezdődni, aztán település fásítási programban is indult a
a település. Itt is a maximális 30 fából 27-et megnyert a település. Ezek tavaszi ültetések lesznek, tehát valamikor a tavasz folyamán fogjuk ezeket elültetni. Illetve két beadott pályázatunk van még. A temetőfejlesztési pályázat, ez is egy magyar falu programos. Ezen belül egy 26 férőhelyes urnafalat szeretnénk majd létesíteni, illetve a másik az pedig az önkormányzat épületének a felújítása, ez is magyar falus, itt 30 millió forintra pályáztunk. Azt gondolom, hogy itt az hivatal épületére nagyon-nagyon ráfér, a tető az nagyon rossz állapotban van, és mindenképpen szerettünk volna egy sokkal korszerűbb és modernebb és energetikailag jobban megfelelő hivatalt kialakítani. Egy nagy, összefüggés, sok évet felülelő munkasorozat az önkormányzat szívügye, a játszótér megvalósítása, valamint annak későbbi kibővítése. Az elmúlt egy évben igazából a játszótér pályázat volt az, ami a szívünkhöz közel állt, hiszen attól a településen nincs másik fajta játszótér, és azt gondoltuk, hogy ennek mindenféleképpen egy fiatalság megtartó vagy idevonzó szerepe is lehetne. A focipálya területére terveztük, mindenképpen egy biztonságos helyet szerettünk volna a gyerekeknek kialakítani. Hát ezt találtuk olyan területnek, ahol igazából közúttól el van zárva, tehát biztonságban vannak a gyerkőcök. Úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ezt a területet aztán majd egy családi parkká szeretnénk kialakítani. Ez közel egy hektáros terület, úgyhogy van rá kapacitás. Sok mindent szeretnénk még ott megvalósítani, kosárlabdapályát, petangpályát, röplabdapályát, természetesen a focipálya része az maradna, illetve kicsiknek, nagyoknak egy-egy crosspályát biciklivel. Igazából azt gondolom, hogy a családi park az egy ilyen aktív pihenésnek a helye is lehetne, és azt gondolom, hogy minden korosztály meg tudja találni majd számára megfelelő aktív kikapcsolódási lehetőséget. A szinte egész évet beárnyékoló járványhelyzetről nincsenek kellemes tapasztalatok Atalában, de az önkormányzat a programok elmaradásából megmaradt pénzösszeget igyekezett a lakosság támogatására fordítani. Én azt gondolom, hogy a március közepén bekövetkező járványhelyzetet nehezen kezelték. Próbáltunk mindenféle tájékoztatást megadni már az első pillanattól fogva. Azt gondolom, hogy nehezen vették magukra, hogy a bezártságot azt most nem olyan értelembe kell érteni, hogy most aztán teljesen elzárva a külvilágtól, de azt gondolom, hogy nehezen érték meg, hogy azért vannak korlátok, hiszen azért ezeket a korlátokat nem szoktuk meg, ezt be kell látni, sem a fiatalabb korosztály, sem pedig az idősebb korosztály. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy alkalmazkodtak, nagyon sok mindent megtettek azért, hogy ne fajuljon el a helyzet, ne legyen probléma és megbetegedés. Összeállítottak 8 főből álló koronavarrodát atalai hölgyek, és varták a maszkot, amiből 800 darabot gyártottak le gyakorlatilag a húsvéti időszakra, és ebből a település minden lakója kapott. Mindenki tehát megkapta a tájékoztatást írott formában is, tehát folyamatosan mentek ki ezek a tájékoztatások, és hát a Facebookon is lehetett bennünket követni, hogy folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. A közfoglalkoztatás folyamatosan működik, jelen pillanatban 6 közfoglalkoztatottunk van. Igazából azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy a település élhető és tiszta legyen. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek itt a közfoglalkoztatottaknál a falugondnokunknak, Orbán Imrének, aki itt visszatérve a pandémiás időszakra magára vállalta azt, hogy a gyógyszerbeszerzéseket elintézte, tehát ment a gyógyszerek után, hogyha valakinek az kellett a faluban, vagy pedig elintézte a bevásárlást is, és helybe elvitte azt a bevásárolt adagot, amit éppen szerettek volna, úgyhogy neki nagyon-nagyon nagy köszönet jár. Azt gondolom, ezt másképp nem tudtuk volna kivitelezni. A közfoglalkoztatottak pedig azt gondolom, hogy tényleg mindent megtettek azért, hiszen a buszmegállókat is folyamatosan fertőtlenítették. Ez is az ő feladatuk volt, nagyon sok minden dolgoznak. Atala kulturális életének felpesdítésére civil szervezet alakult, amelynek tagjai jelenleg épp kertészkednek, de profiljuk kiterjed a sportéletre,
vagy az élet egyéb más területeire. Megalakult Atalában az Együtt Atala Jövőjéért Egyesület, 15 tagot számlál jelen pillanatban, Gáspár Szabó Dóra a vezetője. A tevékenységi köre pedig nagyon sok mindent átölel, a sporttevékenységen keresztül, a hagyományőrzésen át, a kultúrát belevettük, a sportot, igazából a hagyományos értékeknek, ételeknek a kultúráját. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az Egyesület az jelen pillanatban úgy működik, hogy olyan feladatokat lát el, hogy igazából kertészkedési dolgokat most ezeket végzik, ugye az őszi időszakban. Gyakorlatilag ezzel besegítenek a közfoglalkoztatottaknak is, hiszen akkor ők más munkába tudnak részt venni, és mégis épül-szépül Atala, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt az Egyesület létrehozása. Szeptemberben kiadtuk az Atalai Hírek újság első számát. Itt gyakorlatilag összefoglaltuk az elmúlt egy évben történteket az atalai lakosok számára. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog arra, hogy áttekinthetőbb legyen egy kicsit az önkormányzat munkája, átláthatóbb legyen, illetve tudják azt, hogy milyen fajta dolgok vannak még a településen, mik lesznek, mik a várható programok, mik azok a pályázatok, amikre szeretnénk pályázni. Hát ebből mindent meg fognak tudni. Egyébként nagyon sok visszajelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy sikeres az újság, gratulálnak hozzá. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen 2-3 havonta biztos, hogy ki fogunk adni egy ilyen kis összefoglaló újságot. A következő 4 év tervei továbbra is a faluszépítésre koncentrálódnak, hogy Atala továbbra is ékszerdoboz maradjon Tolna megye szélén. Átalakult Dombóváron a kertvárosi Szent László tér. A névadóról készült szobor központi helyen helyezkedik el. A Bethlen Gábor alapkezelő ZRT és a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság támogatásával megvalósuló átalakítást a dombóvári székelykör kezdeményezte. Szent misét követően Hegedűs János plébános úr megáldotta a megújult Szent László teret, amelynek központi helyén található a szentet ábrázoló szobor, valamint megtekinthető még Gábor Áron, valamint Szent Erzsébet szobra is. A Szent László tér felújítását a dombóvári székelykör kezdeményezte, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával, illetve a nemzetpolitikai felelős államtitkárság támogatásával. A tér felújítása, átalakítása során a Szent László szobor egy méltó helyen került elhelyezésre, és kialakításra került egy rövid kis sétánya a Szent László park bejáratától. A korábbi években a Szent László szobor a Székely Kopjafa, illetve a Felvidéki Kopjafa közvetlen közelébe került elhelyezésre, picit elnyomva azt a részt, ezért tartottuk szükségesnek, hogy a Szent László szobor a tér közepére kerüljön egy jól látható helyre. Tehát itt, amikor bejön valaki a Szent László parkba, rögtön Szent Lászlóval találkozik szemben, majd azt követően tud behaladni. A park avatásán résztvevők az ünnepség végén közösen elénekelték a székely himnuszt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!